Bakosi Péter sikeres kísérlete 220 cm-en a tavalyi nyíregyházi fedettpályás országos bajnokságon, amely az aranyérmet jelentette számára. Idén ismételhet a 29 éves atléta, mivel megint a nyíregyházi atlétikai centrumban rendezik az OB-t. Egyelőre azonban még csak edzenek a rekordtánon, a magyar gátfutók mellett szlovák és román atléták edzőtáboroznak a megyeszékhelyen. Ezt már tavaly lehetett sejteni, amikor gyakorlatilag a megnyitóval egybekötött fedettpályás országos bajnokságot rendeztünk, hogy a szakma egy nagyon-nagyon jó véleményt nyilatkoztatott ki az atlétika pálya feltételrendszeréről. Én azt gondolom, hogy egy olyan létesítményben állunk most, ami abszolút minden igényt kielégít, és nyilván nekünk a sportcentrum részéről az a feladatunk, hogy ezt maximálisan kihasználjuk, és tartalommal töltsük meg a versenyzőink által. A nyíregyházi atléták tavaly 4 arany és 1 ezüstérmet szereztek a fedettpályás bajnokságon. Vas László szakágvezető reményei szerint február 18-án és 19-én hasonló eredményeket érhetnek majd el a hazai versenyzők. Azoktól, akik tavaly nyertek, én mindenképpen várom ebben az évben is, hiszen Bakosi Petinek meg kellene nyerni a magasugrást, Tóth Balázs súlylökésben nyert tavaly, és hát ott volt Nyisztor Petra, ugye, aki hármasugrásban elsőként állhatott fel a dobó legmagasabb csúcsára. És hát akiben még bízom, Boros Bence, aki tavaly még nem indult versenyeken, de válogatott, és a kiemelt atlétikai programnak egyik tagja, ő már 60 méteren indulni fog ezen a versenyen, tőle is egy nagyon jó eredményt várok. És a gyaloglók közül pedig Helebrand Máté 5000 méteren szintén bízom benne, hogy megvédi a bajnoki címét. Az országos bajnokság előtt január 21-én és 28-án a Nyíregyházi Sportcentrum rendez nyílt versenyt, amelyre már Szlovákiából, Romániából, sőt Dániából is érkeztek nevezések. Február 12-én a Kassai régió rendezi saját bajnokságát, amelyen rajthoz állnak a legjobb nyíregyházi atléták is. Ezeken a versenyeken, csak úgy, mint az országos bajnokságon, már lehet teljesíteni az isztambuli fedettpályás Európa-bajnokság szintjeit. Emellett az OB-n ranglista pontokat is lehet gyűjteni, amelyek segítségével a legjobbak ott lehetnek az augusztusi budapesti világbajnokságon.